Valami ünnep van? Vagy csak nem frissítették a játékot? Hogy felugrott egy pillanatra? Nos, üdv, ez a játék arról szól, hogy pár embernek biztos van tapasztalata ezzel kapcsolatban egyik vagy másik félről. Úgyhogy vágjunk is bele, ez a petárdázás egyáltalán nem zavaró, hogy loopolva van, ugyan? Á, itt a mafiózó bácsi. Oké, akkor leszünk Dean, és Daisynek kell segítenünk, aki 48 kiló, nem tudom, hogy mennyire releváns ez, de rendben van. Egy csillagos nehézség, ha te mondod? Rendben, akkor itt vagyunk, nagyon szépek vagyunk. Ahogy látom, a játékot tényleg nem frissítik már egy ideje, mert még mindig karácsony van. És hol a részek, barát? Majd, mármint ahogy én mozgok, az legalább annyira csodálatra méltó. Külön tudom mozgatni a két végtagomat? Hát ez aztán nem-e világi? És eléggé szokatlan. Ó, és tudok fogni dolgokat is. Nagyszerű. És el is dobtam, ahogy látom. Skanderozunk! Grab the plant and put it on table, oké? Okay. Ja, hogy ezt kellett volna végig fölemelnem. Bocs, annyira el voltam ezzel. Aha, nagyon nem is dobálhatom, nem baj. Akkor gyere szépen lassan. Ó, hogy itt tudok fölemelni két kézzel, aha. Ez aztán körülményes. Oké, okay, úgy látszik megérkezett a hölgy. Nem túl elegáns állapotban, ahogy nézem. Gyere csak, megyünk aludni! Félkézzel elráncigálom, még csak nem is küzd. Próbálják meg angyal lenni. Nem egy gonosz. Oké. Okay. Úristen, egy zombi! Gyere csak! Na várjál! Menni fog ez? Úgy! Oda vész! Oda! Elfogadta! Coming soon. Új content érkezik a hetente, persze. El is hiszem én ezt, persze. Kinyitjuk Harryt. Aki úristen, de nagy darab. Meg Alvint, aki egy kicsivel nehezebb. Az igen. Egy abszolút egység. Na gyere csak, mit táncikálsz? Felhívnám a figyelmet arra az angolságra. Öntsek vizet, hogy józanobb legyen. Aha. Na hol? Valami folyadék kéne, közben itt mindjárt megöli magát. Úgy. Kapsz egy párnát, már most. És most keressünk valami löttyöt. Te... Ide figyelj, maradjál már egy helyben, megfojtalak. Gyere csak ide! Mi az, hogy részeg vagy, he? Remélem ebben víz van, és nem forró. Na, hogy tetszik, megöntözlek. Legyél józan. A francba. Nyug, locsolni kéne, nem pofán vágni. Nem menekülj, ez csak víz. Úgy, úgy. Na most meg kéne őt szárítani. Még jó, hogy van itt. Egy ventilátorom. Mit szólsz ehhez? Meg fogsz fázni, biztosan. Ajaj. Haldoklik a csávó. Miért? Mi történik? Akkor pusztulj! Hogy nem baj, megpróbáljuk újra. Szóval, komolyan fél kézzel fölemelem, aztán fogom a másik kezemmel is. Megfogom. Ebből akkora egy pankrátor játék lenne, hogy ihaj. Nézzétek meg, hát... Az igen! Még repülni is tudok, annyira fölemelem. Oké, szóval a titok a repüléshez az, hogy nagyon meg kell ragadnod egy férfi seggét, és akkor fölrepülsz tőle. Ja, valahogy sejtettem. Ó, oh, én is elestem, most ez miért van? Most én vagyok részeg? Segítség! Most elmondok neked egy titkot. Itt foglak megfojtani. Gyere! Gyere! Micsoda folytófogás ez, te jó ég! Tornádó szuplex! Most ki segít föl kit? Most én vagyok itt a földön többször. Ah, ez az. Magamhoz tértem. Ó, itt egy zuhanyzó. Micsoda szerencsés vagy. Hogy kapcsolom ezt be? Ott volt valahol? Ott volt? Erre... Oké, okay, hát meg kellett vizsgálnom a hátsómat. Most nem ártana kezet mosti. Mert nem is... Működik ez egyáltalán? Be van egyáltalán kötve itt valami? Ez az. Maradj vesztek, hozom a ventilátort. Komolyan úgy mozgok, mint egy robot. Na jó, most már annyira nem. Hát a mozgásom az úgy finoman szólva fantasztikus. Ja, várjál, még nem vagy eléggé vizes. Na, várjál csak.
Lész a zuhany alá, te büdös szarházi! Azt hiszed, velem szarakodsz? Biztonsági őr vagyok. Úgy, ott maradsz, ha belefulladsz is. Ott maradsz. Így áll! Szerintem eszi a csapot. Ez a zuhany, ez borzasztó, alig lehet elindítani. Na végre. Van 4 életed? Oké. Okay. Akkor még mielőtt megölöd magad, mit tudok csinálni? Semmit. Jó, akkor kegyelemdöfést kapsz, jó? Úgy, a halál érintése volt, és rögtön azzal kezdődik, hogy pofára esik. Úgy, most kelj föl. Gyere, gyere, gyere. Cic, cic. Hozok vizet. Bepisíltél, ha-ha-ha. Mint egy poltra vetett hal olyan vagy most. Várjál, mindjárt fölveszem. Úgy, hozok egy ventilátort, megszárítunk. Van egy olyan érzésem, hogy ez nem működik. Vagy de, működik, jó? Öleljem meg és vigyem a szofára. Aha, nem fogjuk megölelni. Megölni legfeljebb, amiért ilyen helyzetbe hoztál, gyere csak velem. Úristen, mit csináltam? Majdnem kivégeztem. Hol a pénztárcát, gyere csak. Hogy? És most elengedjük. Maradj! Ez az! Sikerült! Helyre fog jönni. Már ki tudom nyitni a biztonsági őrt, mint barát. Aha, és most leszünk Alvinnal a... Uha. Azt írja, hogy 4 csillagos nehézség, hát biztonsági őrként se volt könnyű dolgom, szóval... Halló, fordult a kocka, mit szólsz hozzá? Gyere, megmutatom, milyen voltam így. Ilyen voltam, látod milyen? Jaj, ne, most a seggemet bámulj. Hát ez aztán furcsa pozíció, amiből nem tudok kijönni. Kelj már föl. Köszönöm. Megfogtam a tarkóráncodat, vagy mi a franc? Na várjál, Alvin, milyen erős vagy te mégis. Hogy? Hát... A harcias, és ki tudom rázni belőle az összes érmét. Nem rossz. De ahogy látom, ő erősebb, mint én. Igen, valami hasonló helyzetet én is átéltem már. Gyere, gyere, gyere. Úgy? Mondom. Nem csinálsz más, csak folyton hanyatt esel. Minek állsz fel akkor? Forog veled a világ amúgy is. Gyere! Szálkapcsánál fogva. Úgy? Nézd! Nézd, itt van forró víz. Nesze! Meg leszel locsolva, ne bunyózzál! Nagyon nem akarja. Még segre is ül emiatt. Nyugi, ez a te érdekedben van. És úgy látszik, elpusztult. Na mindegy. De milyen jól tudok rappelni ezzel. Azért erős csávon még el is töri a kezemet. Feladtad a leckét. Mondjuk én is életképtelen vagyok, de az lényegtelen. Ez túlságosan realisztikus. Állj már meg! Csak egy kis vizet akarok. Sose próbáltam még lelocsolni a másikat vízzel, őszinte leszek. Nem tudom, hogy működik-e a valóságban. Egyszerűen túl gyorsan lezuhan az életereje. Közben failed, you friend is badly injured. Én tudni angol. Jó, maradunk Harrynél, és a haver Alvin lesz, mert hát őt elbírjuk. Őt legalább félkézzel fölkapom. Hát nézd meg. Ez a kis virgonc rinyagép, ez nem probléma. Gyere csak! Mi az, hogy iszol? Megyünk sétálni! Úgyhogy maradj. Ül. Bírd ki. Na és most hozzuk a ventilátort. Ehhez mit szólsz? Ne menekülj! Csak le akarlak hűteni. Na és most megyünk aludni? Folyton be vagy rúgva. Alvin, ez nem állapot. Gyere csak, mint egy kis macskát így fölkapom a grabancánál. Úgy. Leül. Nagyszerű. Miért állsz föl? Dőj már el. Haver, kezdesz fölidegesíteni. Ó, lehet, hogy kell egy pára neked? Parancsolj. És most pedig. Aludj fel! Pedig már majdnem ki vagy józanodva. Ahogy. Hát ez nem jött össze. Ha mindjárt itt fog nekem megdögölni egy rakása, és nem akar aludni. Ez nem kívánságműsor. Mész aludni. Kitekerlek. Aludjál már! Aludj! Aludj! Ha kell, álomba folytalak, de elalszol. Felfogtad? Jó éjszakát. Mondjuk nem tudom, szerintem én jól csináltam. Habár... Na, mire kapcsoljam át? Szarügy. Nincs tévé, alvás van. Ide figyelj!
Akkor átfektetlek arra az oldalra, elalszol. Akkor dögölj! Ó, hány dolgot tudok még rád pakolni? Kapsz még rendes zenét is ide. Ehhez mit szólsz, hát nem vagyok én jó barát? Tényleg mi van ezekben? Például itt egy ilyen ajándék csomagolástól kálcázott koporsó. Hát haver, van egy rossz hírem. Hiába magzat pozíció. Elajándékozlak Brazíliának. Úgy. Na csá, én eddig próbáltam segíteni, úgyhogy csak hogy ne halljál szomjan. Meg ne legyen túlságosan meleg odabent. Na leléptem. Nem érdekel, hogy badly injurájed vagy. Bocsi, hogy így fogtalak meg. Csak próbálok lefogni. Semmi személyes, ne vedd úgy. De nem akar elaludni. Daisy, te jössz. Hát, ha te jobb barát vagy, mint ő. Na most jön a kínos rész. Oké, hát ő nekirohant a tévének, úgy érezte, és... Hát nem csak önmagára, hanem ugye a világra is veszélyes ebben az állapotban, úgyhogy ideje őt egy kicsit lenyugtatni. Szabad elocsolni. Állj meg! Hova rohasz? Léci. Léci! Állj már meg! Úristen, ez a nő. Na ide, figyelj! Épp hogy elkezdtük, és már majdnem kitekerted a saját nyakad. Ez nem állapot. Felfogtad? Ne küzdjél, úgy csak rosszabb lesz. Maradjál már, de harcias vagy. Kész, ez a csaj engem lefogott ide. Nem vagy semmi. Igen, ez ebből a szögből nagyon durván néz ki. Egyenlőség van, úgyhogy ugyanazt a bánásmódot fogod kapni, mint Alvin. Azaz, gyere csak! Ez kész. Van egy olyan érzésem, hogy a játék bebuggol folyton, mert az objektív eltűnik. Ellenben nem akarja kipipálni soha. Ami tök jó. Tehát mondjuk mit várok? Ez a játék kevesebb, mint 1 euró volt, szóval... Gyere, lengetlek, mint egy zászlót. De tényleg ezekkel a mechanikákkal elég durva pankráció játék lenne. Hogy így meg kell ragadni a testrészeket így, kézzel, és akkor föltöz lehet vágni. Meg főleg olyan jóga mutatványokat csinálhatsz. És most elhallgattatjuk az utolsó szemtanút is. Na nézzük, hogy egy újraindítás vajon megoldotta-e a problémát. Locsolódj már le? Vagy dőlj el, mint egy zsákszar. Nekem úgy is jó, csak... Igyad, vagy nem tudom. Bemártalak azzal, hogy inkontinenciád van, jó? Egyszer aludjál el. Ha nem alszol el, elintézem, hogy többet ne kelljél föl. Nem értem, mi a probléma. Tehát, hogy a játék így teljesíthetetlen lesz random, vagy mi a fene történik? New game. Igen, kérlek. Egy teljesen új játékot. Ne menekülj! Ó, keringőzünk, nagyszerű! Most összejött. Ezt így nem értem. Lehetséges lenne, hogy a többi karakter bugos? Tehát most nézzük meg a biztonsági őrrel. Mindössze azért, mert olyan erős, hogy képes az űrbe repíteni egyetlen dobással. Az igen! Ezt hogy csináltad? Úristen! Ez aktívan menekül! Állj már meg! Bírom, azt írja, menjek közelebb, de egyébként a játék direkt leírta, hogy amikor zöld, akkor tudom megfogni a tárgyakat. Erre azt mondja, menjek közelebb. Hát a jó anyádhoz megyek mindjárt közelebb, nem hiszem el tényleg. Meg ez a ventilátor mechanika is akkor annyira egy borzalmas. Száradj már meg! Gyorsan! Úgy, földugom a ventilátort a seggébe, akkor szárad meg. Gyere, ha kell, ágyastú viszlek oda. Ez itt az én erődítményem. Mász fel az asztalra, persze, úgy kell azt. Na jó, ebből a nőből elegem van. Ez reakció a vízre. Ez hozzáállás. Látod? Ez jó. Rálocsolom a teljes Niagarát. Mi a franc, hogy nem nő ez a szar? Úgy látszik, akkor a biztonsági őr az teljesen bugos, és nem lehet vele pályát megcsinálni. Nem baj, kinyitottuk a fürdőszobát, mert más pálya nem elérhető. Ízlésesen berendezett fürdőszoba. Ő meg így fut egy helyben. Na várjál, mutatok én neked valamit. Megfürdetlek? Jézusom, mi történik veled? Úgy látszik, ilyen gerizmot szindrómában van. Jó, ezt újra, ez... Betörtem a koponyáját 6 helyen a kádban, de... Megfürdetni még így sem sikerült. Ja, mondjuk, ha ez a játék nem lenne egy kalapszar, most nem szenvednék ennyire. Hol az Istenben van ez? Alvin? Halló? Ja, hogy te ott szenvedsz? De fogd már meg, légy szív.
Úristen! Nem gondoltam volna, hogy ez egy rage game lesz. Esküszöm, van még részek, haverom így viselkedik, én leszúrom. De reagálj már, megfogtalak, gyere már ide! Ide mész, belefolytalak a vízbe! Gyere, megyek, megszárítalak! Ezt nézd! Ó! Oh, mit csináltam? Várj, ha én ennek hozzáérek, akkor vége? Ez komoly? Beszarok, és tényleg. Úgy, na és most áruld el, kinek dolgozol? Na és most kérlek, ne égess el! Au, jujj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 j
Mr. Bond. Van egy HP-ja, na, nem hiszem, ez kizárt dolog volt. Ez a csávó biztos józanul is életképtelen, nem hogy részegen. De mi ez a mágnes tap? Hát megfogtalak. Isteneket emelek föl fél kézzel, te mi vagy? De legalább jól tudok utánozni egy földi gilisztát. Na, most WC-re kell szoktatni téged. No, don't pull! No! Ah! Gyere ide! Ez nagyon fáj, elhiszem. Mivel a tűz nem működött, így ventilátort kapsz. Gyere ma, megyünk aludni! Hogy ez a játék milyen finnyás. Oda! Sikerült ez az! Na jó, egyezünk meg annyiban, hogy ez a játék egy hatalmas nagy baromság. De én megpróbáltam, úgyhogy ha esetleg valakinek van egy részek barátja és segíteni kell rajta, én nagyon szívesen földhöz vágom. Na de kínzom magam valami mással. Na csáó! See me gone with the dumb with the boom tab boom da. I'm a guy with the dumb to see me don't fold. Several guy with the bomb with the riffs. Oh! Fly phone, fly phone, fly phone, differ. Fly phone, fly phone.